Hát készültünk a mai rangadóra. Bíztam a fiúba, hogy hozzáállásban, mint játékban olyat tudunk nyújtani, hogy itthon tartjuk a 3 pontot. Nagyon fontos volt ez a mérkőzés, hogy megnyerjük, így biztos, hogy a dobogón végzünk. Ezt el is mondtam a fiúknak az öltözőbe. De tényleg úgy álltak hozzá a mérkőzéshez is, illetve az edzéseken is már láttam, hogy nagy tűz, nagy akarat van bennük. Hát az első fél időben egy jó eltállt lövése megszerezte alapult a vezetést. Úgy gondolom, hogy nagy nyomás alá helyeztük őket, sok szögletet rúgtunk, de igazából nem sikerült kapuba találni, voltak sok lehetőségeink. A másik fél időben jöttünk mindent egy lapra feltéve, még nagyobb nyomást helyeztünk rájuk, szépen játszottunk, nyomott a csapat és próbáltuk szerezni gólokat, ami sikerült is egy gyönyörű szép szabadrúgással. Utána meg úgy éreztem, hogy biztos, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Szerintem el is fáradt a vendégcsapat, sokkal jobb erőben voltunk egész mérkőzésen. Tényleg büszke vagyok a srácokra, gratulálok nekik, mert szenzációs volt, amit ma csináltak a pályán. Van még két nehéz mérkőzésünk hátra, azt is szeretnénk megnyerni, és minél több pontot gyűjteni, és elérni azt, hogy ott tudjunk lenni, legalább a harmadik hely már megvan, a második helyet megcélozzuk. Remélem sikerül is. Ez majd rajtunk múlik, hogy hogy jövünk ki ebből a két mérkőzésből. Szombaton megyünk Palotásra, ez nagyon nagy mérkőzés lesz, de ott is kérlek, szeretnénk egy jó játékkal előrukkolni. A Laputynak további sok sikert kívánok a átlévő mérkőzésre és a kupában is. A én játékosainak pedig óriási gratuláció, nagyon büszke vagyok rájuk. Tényleg, amit megbeszéltünk az öltözőbe, azt betartották. Kértem is őket, hogy beszéljük meg másik fél idő elején is, hogy mit kéne, hogy kéne. Partnerek voltak benne, köszönöm nekik ezt, és tényleg büszke vagyok rá, és örülök, hogy ilyen csapatnak váltak az edzője. Először is szeretnék gratulálni a Válta Tejnői csapatnak, mert hogy hiszem, hogy jogosan nyerték meg a mérkőzést. Jó kezdtünk ugye szokás szerint, de a második fél időben olyan nyomás volt rajtunk, hiába, hogy ugye ez helyzetekben nem mutatkozott meg, de rengeteg szöglet, szabadrúgás, felívelések jöttek, és egy szabadrúgással megtörték úgy az ellenállásunkat, amit addig hősiesen bírtunk csinálni. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem is érdemeltünk volna a győzelmet, mert a gólunk után úgy nem nagyon futballoztunk már. Azt érzem, hogy a csapat teljesen elfáradt, kipukkantunk, főleg a 60. perc után. 11 nap alatt már ez volt a negyedik mérkőzésünk, de nem akarok mentegetőzni. Azt gondolom, hogy az ellenfél minőségében azért előttünk jár, jobb játékosok alkotják. Mi megtettünk mindent, amit megtudtunk, ennyi volt benne, sajnos a mérkőzésben nem tudtuk kihúzni. Maradt még egy bajnoki mérkőzés és egy mohorai kupa. Az is nagyon nehéz lesz. Ugye vannak sérültjeink is, folyamatosan sérülésekkel, meg nagyon kevesen tudunk kiállni a meccsekre. De ezt a két meccset még valahogy meg kell oldani, és akkor majd jövőre átbeszéljük a dolgokat, hogy mit ott csináljunk. Ez az év egyelőre nem úgy alakul, ahogy vártuk, de sajnos itt sok minden közre játszott. De még egyszer mondom, hogy gratulálok az ellenfélnek. Jól játszottak, jobban játszottak, mindent sokkal jobban bírták, minőségben megfőleg. Úgyhogy